Babos Gábor zarándoklatvezetőt köszöntöm a stúdióba, és örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, és felvonatozott hozzánk. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a nézőket. Önnek, hogy mutassam be a nézőknek? Hát úgy, hogy önnek van polgári foglalkozása, és mellette hivatásszerűen zarándokcsoportokat vezet nem csak Magyarországra, hanem külföldre is, többek között Pió atyához. Emlékszik rá, hogy mikor ismerkedett meg Pió atya lelkiségével, és aztán miért gondolta, hogy oda is minél több embert szeretne elvinni? Hát Pió atyával ilyen könyvből viszont régen ismerjük egymást, ő ugye egy nagyon híres és elismert szent ide-haza is, tehát ha például a Pomázi gyermekkoromra gondolok, akkor szemben Magdi én nagyon szívesen imádkozott Pió atyához. Általában Olaszországban többen imádkoznak Pió atyához, mint a szűzanyához. De egészen konkrétan néhány évvel ezelőtt, amikor elkezdtük ezt a kis utazási irodát, a Pannon Pilgrimet, akkor San Giovanni Rotondóban volt egy ilyen vallásturisztikai találkozó, amit az ottaniak éppen azért szerveztek, hogy kicsit népszerűsítsék, mint San Giovannit, mint pedig a környékét, és amikor ezen részt vettem, akkor kezdtem egy komolyabban ismerkedni Pió atyával és az egész környékkel. És hát a néhány napnak az lett a vége, hogy ott meg is beszéltük a helyiekkel, hogy akkor igyekszünk oda elvinni egy csoportot, és ez azóta folyamattá vált, úgyhogy már több ízben is jártunk arra felé. És hát most már viszonylag jó kiismerjük magunkat a környéken. És tehát akkor több száz embert utaztattak Magyarországról Olaszországba, illetve próbálták a táj és Pió atya szellemiségét megmutatni. Lehet valahogy kategorizálni azokat, akik először járnak hozzá, hogy ők hogy fogadják, mondjuk életkoruktól függően más, hogy fogékonyak a lelkiségre? Nagyon nehéz kategóriákat felállítani, mert hát ez olyan, mint minden zarándokat, hogy mindenki másért megy. Vannak olyan zarándokaink, akik nem tudom, 8-10-szer jártak már ott, tehát hogy gyakorlatilag minden utcasarkot ismernek, sokkal jobban, mint mi, ami néha zavarbejtő, de előfordul, és sokan vannak, akik először jönnek. Általában hát ez a szervezet utakra azt hiszem inkább jellemző, hogy inkább idősebbekkel szoktunk utazni, de múltkor például volt egy nálam is fiatalabb férfi ember, aki egyedülálló volt, egy református volt, a Honvédségnél dolgozott, és eljött Pió atyához, és én őszintén elzsaláltam, és meg is kérdeztem, hogy miszerint fújta őt erre, mert hogy örülünk, hogy ilyen atipikus zarándokaink is vannak, és mondta, hogy őt foglalkoztatja a Pió atya, és szeretett volna egy kicsit megmerítkezni abban a környezetben, ahol Pió atya is élt. Úgyhogy nagyon sokszínűek a zarándokaink, néha gyerekek is jönnek velünk, nagyszülőkkel például, de általában inkább az idősebbek, talán azért is, mert inkább ők ugye sokszor még Pió atya életében is éltek, lehet, hogy egy kicsit ilyen szorosabb kötődésük is van hozzá. Vannak esetleg olyan történetek, amiket mindenképpen megosztanám, mondjuk akár megtérés történetről, akár csodás gyógyulásról, amikről így hallott a zarándok utasában? A múltkor kaptam két levelet is egy-egy zarándokunktól. Az egyikük, ő nem konkrétan a mi zarándokatunkra reflektált, hanem általában Pió atyára. Ugye hát Pió atya csodáinak a száma az köteteket vagy könyvespolcokat töltene meg, és ő mondta, hogy hát ő is találkozott Pió atyával álmában, nagyon sokat imádkozott hozzá, és nagyon sok ilyet helyzetében segített neki, például segített neki megtalálni a férjét, pedig idősebb hölgyről volt már szó, és szinte le is mondott arról, hogy ő valaha társat fog találni, és most boldog szentségi házasságban élnek. A másik történet az konkrétan a mi útunkhoz kapcsolódik. Nem is annyi a Pió atyához, inkább Monte Sant'Angelohoz, az ugye Szent Mihály Arkangyalnak a városa a szomszédban, ahol a Pió atya is nagyon szívesen járt, és nagy tisztelője volt Szent Mihály Arkangyalnak, talán azért is, mert hát Pió atyának elég komoly tapasztalatai voltak a sátánnal való küzdelemben, ahol ugye Szent Mihály szokott az élen állni az egyház részéről, és Monte Sant'Angelóból ilyen picike köveket lehet elhozni egy helyonánt. Ezt ugye a középkor végén találták ki, mert hát ugye Szent Mihály Arkangyalnak nincsen erekéje, mert ő lélek, tehát hogy tollát vagy a ruháját nem lehet elhozni, de hát ahol Szent Mihály Arkangyal megjelent a barlangban, bazilikában, onnan ilyen kicsi köveket szoktak magukkal vinni a zarándoklatok. Ez a 17. századból lehet ez a szokás, és mind a mai napig megvan. És a zarándokhölgy mesélte, hogy ő is vitt magával, hozott magával egy-két ilyen kicsi, hát mondjuk azt, hogy Szent Mihály rekjét, kis követ, és
amikor mielőtt elment zarándokolni, akkor egy közeli ismerősét azt rákkal diagnosztizálták. És meglehetősen, hát nyilván ez ilyenkor az ember rettentően megijed, ő is megijed, és aztán arra gondolt, hogy ez karácsonyra fogja adni ezeket a pici szemmiáj köveket, de végül is előrehozta ezt, és megajándékozta ezt az embert, ez a kővel, illetve a közösen imádkoztak is, és hát a rák az kiderült, hogy jó indulatú, és tulajdonképpen semmilyen komolyabb szenvedést nem okozott, illetve hát egy harmadik történetem is van, az nem a mi zarándokat, de Pió atyához tartozik szintén. Egy ilyen 31 éves hölgyről van szó, három gyermekkel, akit már rákkal diagnosztizáltak szintén, és hónapokig járt különböző kezelésekkel, vizsgálatokkal, és már beütemezték szegénynek az első kemoterápiát, amikor bement a kórházba, és megállapították, hogy nincsen semmi a mellében. Ez néhány hete történt, tehát hogy egészen hitelesen tudom mondani, viszonylag gyakran találkozom a hölgyel. És hát ő is azt mondta, hogy Pió atyához sokat imádkoztak férjével, gyermekeivel, és úgy tűnik, hogy Pió atya közben járt érte is. Úgyhogy vannak csodák mind a mai napig. Igen, és milyen érdekes, hogy nagyon hamar megtörtént a boldogá, majd a szenté avatása is. Ezekről lehet tudni valamit, hogy ki munkálkodhatott nem csak itt a Földön, hanem az égben is ezen? Hát az égben ki munkálkodott, ez nehéz innen a Földről azt gondolom, hogy kitalálni, de minden esetben biztos, hogy sokan munkálkodtak, hát ugye a szenté avatások azok néha évtizedekig vagy évszázadokig szoktak tartani, hát hogyha mondjuk a mi Árpádházi Szent Margitunkra utalunk, akkor ugye 1920 valamennyiben avatták szenté, amennyire tudom, és hát 700 évvel korábban élt, úgyhogy Pió atya hatása ehhez képest elképesztő, tehát hogy ahogy egy Dino Buzzati novellában olvashatjuk, valószínűleg a szentszéknél ott a kegyelemnek egy lehellete az hozzáragadhatott alig, hanem a szenti avatási aktáihoz, és ez segítette, hogy minél hamarabb előépjenek. És láttuk már felvételeken, mi akik még nem jutottunk el Szent Giovanni Rotondóba, hogy teljesen testközelből lehet figyelni Pió atyát. Talán a cipőjét is kiállították ott az emlékszobába, és még a stigmái is látszanak. Mennyire, milyen reakciók vannak, akik először meglátják, vagy milyen visszajelzések jönnek, hogy te jó ég, én nem gondoltam volna, hogy... Általában nagyon pozitívak. Nyilván, aki velünk jön zarándokolni, ezek többnyire tudják, hogy hova igyekeznek, és általában kellő áhítattal készülnek is erre a pillanatra. Úgyhogy nagyon... Hát ilyen meghatott, aztán nem biztos a legjobb szó, de mindesetre megérinti az embereket Pió atyának a jelenléte. Ugye Pió atyát már életében is gyakorlatilag szentté tisztelték, és hát amikor ő meghalt, akkor rettentően vigyázott a rend arra, hogy minden személyes tárgyát ott abban a pillanatban megőrizzék. Úgyhogy ez egy kicsit, nem tudom, szabad ilyet mondani, ilyen kicsit komikus is, hogy még Pió atyának a vérnyomás mérőjét is megcsodálhatjuk ott a szobájában, meg nem tudom, az utolsó ilyen gyógyszeres fioláit és hasonlókat, de mindez nagyon nagyban hozzájárul ahhoz, hogy tényleg a magunkénak éhezzük, és lássuk, hogy ő is egy ember volt. Aztán nem benném mondani, hogy olyan, mint mi, de minden esetre hozzánk hasonló. És rengeteg tárgyat megőriztek róla, ugye a kórházban is van egy kis kiállítás, ott például ugye a stigmáiról lepotyogó varrokat gyűjtötték össze, sokszor azt mesélték, hogy a szentmisék után például akkor az oltár előtt ott hasaltak a hívek, és így próbáltak valami kis helyként szerezni Pió atyától. Illetve számtalan használati tárgyát is lehet látni, illetve Pió atya teste máig látható. Ez ugye a legendákkal ellentétben nem maradt meg romlatlanul, tehát van rajta egy halotti maszk, de mindenképpen nagyon, nagyon mélyen megérinti az embert, amikor találkozik vele, és nagyon szép szimbolikája van, hogy az új templomban, amit már az ő tiszteletei építettek, aminek ő a védőszentje, ennek a kriptájában a templom bordái, boltozatai tartó bordák összefutása alatt található az ő teste, ezzel mint egy jelképezve, hogy ő a templomnak az osztopa, és hát ugye ez egy egyháznak az osztopa is, ami ugye nagyon sok nyelvben ugyanazt jelenti. Az jutott eszembe, amikor említette a vérnyomás mérőt, hogy korabeli legendák maradtak fönn, hogy például a testhőmérséklete is vagy 48-49 fok volt, virágillat lengte őt körül, tehát hogy többek között biztos, hogy ezért is figyeltek jobban rá a kapucinusok. Hát rengeteg legenda van róla, ahogy ön is említette,
nagyon sok az, például senki nem tudja megmondani, hogy milyen virágillat van körülötte, tehát ahány tanút kérdeztek, annyi virágot mondtak, de azt mindenki mondta, hogy virágillat nektek ő bármelyre járt. Ugyanígy ez, amit hipertermiának szoktak mondani, hogy hát bármelyikünk egy pillanat alatt meghalna 46-48 fokos testhőmérsékletben. És hát Pió, hogyha sem érezte magát jól, mondjuk ezt ne írják róla, de hogy alapvetően különösebb nehézséget nélkül átvészelte ezeket az állapotokat. Illetve hát a legfontosabb tevékenysége neki az a gyógytatás volt, ami a mai eszünkkel, vagy a mai ilyen szemléletünkkel nézve elképesztő, hogy több százezer ember gyógytatott meg élete során, és hosszas sorok kihúztak a gyógytató széke előtt, ami máig megcsodálható a kicsi Santa Maria della Grazia templomban, ahol a mi szent miséink is szoktak olykor lenni. És hát a Krisztustól kapott, Istentől kapott adományokat ugye arra használta föl, hogy az embereknek segítsen. Hát arról is számtalan legenda van, hogy hogyan látott a gyónók lelkébe, és olykor olyan dolgot is felfedezett, amik őt nem biztos, hogy szívesen akartak neki elmesélni. És ezzel buzdított őket a megtérésre. És azt is elmondják, hogy amikor valaki ilyen kíváncsiságból, vagy ilyen provokációs céllal lépett a nyomtatószékbe, akkor gyakorlatilag azért kiküldte, mielőtt egyáltalán kinyitotta volna a száját, hogy akkor menjen ki, sétáljon a kört, és kicsit gondolját, hogy miért is akart gyónni, jönni. És hogyha tényleg lélekben megtérni, a megtérés szándékával lép be a nyomtatószékbe, akkor nagyon szívesen feloldozza őt. Az jutott még eszembe, hogy amikor csoporttal mennek, akkor biztos van önökkel egy atya, aki a hívek és az zarándokok lelki életét egy kicsit gondozza, most ki lesz az, illetve hát ott akkor a helyszínen általa van lehetséges akkor a gyónás, a szent gyónás. Természetesen lehetséges. Most ugye pénteken megyünk néhány nap múlva Szent Zsolnai otthonba, és Liszkai Tamás, a röszkei plébános lesz a vezetőnk. Hát őt leginkább a prédikációra szokták ismerni, nagyon hatásos szónok. És hát természetesen van a lehetőség, egész nap velünk van, minden nap lesz szentmisénk, ez 4 szentmisé 4 nap alatt. És aki szeretne, az megközelítheti őt, és meggyónhatja nála a bűneit. És amikor valaki újonnan érkezik önök közé, akkor így mondjuk, hogy képzeljük el a napot? Tehát, hogy minden Pió atya nyomában jár, de azért este van egy kis elcsendesülés, magunkba szállás, és aztán pedig így a társakkal meg tudják beszélni az aznapi élményeket? Minden zarándoklatás és minden zarándok csoport más. Nekünk nagyon rövidek az zarándoklatai, nagyon fókuszáltak, tehát ugye mi nem szoktunk körutazásokat csinálni, hogy egy-egy kegyhelyet látogatunk meg például San Giovannit. Itt hát a mostani programunkat tudom nagyjából elmondani, szombaton leszünk San Giovanni Rotondóban, reggel ébresztés, 7:30 körül reggeli, aztán ellátogatunk a kórházba, amelyet Pió atya alapított. Itt a múltkor nagyon szerencsénk volt, mert egy olyan hölgy tartott nekünk vezetést, akinek az édesapja Pió atyának a személyes munkatársa volt, és hát ő ugyan már fiatal volt, tehát nem ismerte személyesen Pió atyát, de hát az édesapjától rengeteg történetet hallott, amiket nagyon szívesen megosztott velünk. És ezek után végigjárjuk a keresztutat, ami ugyan már Pió atya halála után készült el, de hát az ő inspirációjára. És ebéd után pedig a templomot nézzük végig egy helyi idegenvezető segítségével. Utána lesz még némi idő, aki szeretne, az visszamehet bármelyik helyszínre, és kicsit elmélkedhet, jobban megnézheti, elmélyülhet a programban. Este 3:49-kor pedig fáklyás felvonuláson, fáklyás körmeneten veszünk részt. Inkább gyertyás körmetnek kellene talán mondani, ami nagyon, hát nagyon, nagyon erősen hat az emberi érzelmeire. Tehát amikor kitolják a szűzanyag szobrát a templomból, az egy egészen csodálatos érzés. És ez a körmet, ez nekem rózsafűzér elimádkozása menet közben, egy kis elmélkedéssel közben, és körülbelül erről szól a nap. Milyen szabad elvűek vagyunk az zarándoklás terén, tehát azt szoktuk mondani, hogy minden programunk fakultatív. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy ő most a keresztút helyett inkább még visszamenne a templomba, akkor azt nyugodtan megteheti, vannak közös találkozási pontok, és így viszonylag sok szabadságot tudunk hagyni a zarándokainknak, de általában az a visszajelzés, hogy ez az egy nap, két nap, ez viszonylag elegendő arra, hogy tényleg az ember megismerje ott a környéket, illetve Pió atya életének a helyszíneit. Rendben van, Gábor, akkor szép zarándoklatot kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a meghívást.